2016 első fél évében a világon legtöbbet értékesített autómodell a Toyota Corolla volt, jelenti a Focus to Move globális autós piackutató. A japán Corollából az első 6 hónap alatt 634.300 darabot adtak el világszerte. Jelentős a modell előnye a második helyezett Volkswagen Golftól, melyből körülbelül 500.000 darab ment el fél év alatt, ugyanis a VW jelentős eladási visszaesést szenvedett el Amerikában és Kanadában is, 1,8%-kal csökkent a volumen. A Wolfsburgi gyártó nyomában lohol az Amerika szerte kedvelt Ford F-széria, plusz 12,6%-os eladási növekedéssel 478.400 ilyen pick-upot adtak el, ezzel került az autó a dobogó harmadik fokára. A negyedik legnépszerűbb Ford Focusnak el kell ismernie a vereséget, több mint 100.000 kocsi a különbség, hiszen csak 367.500 példány fogyott el, 16,4%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezt követi az ötödik Hyundai Elantra 363.000 példánnyal és a hatodik Volkswagen Polo 358.600 eladott autóval. A legszélesebb körben eladott SUV, a Toyota RAV4 előre haladt a hetedik helyre, 346.800 példány kelt el a japán modellből, és a növekedés közel 11%-os volt. Szintén az első 10-ben vannak még a Toyota Camry, a Honda CR-V és a Chevrolet Silverado. A legeket tekintve tehát a top 10-ből egy év alatt a legnagyobb ütemben a Ford F-széria és a Toyota RAV4 értékesítése nőtt, és legnagyobbat a Ford Focus bukta.